Január 1-én lépett érvénybe az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alapító okiratának módosított változata, amelynek értelmében Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nevet kapta a szervezet. A módosítás lefekteti, hogy a szervezet a közfeladatait ezentúl a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságokról szóló vonatkozó törvény és jogszabályok értelmében látja el. Tehát a BMOKF szervezeti egységébe tartoznak ezen túl a katasztrófavédelmi egységeken túl a tűzoltóságok és a polgári védelmi szervek is. Az új katasztrófavédelmi törvény értelmében áprilistól új struktúrában működnek a tűzoltóságok. Országosan csaknem 70 katasztrófavédelmi kirendeltség alakul a jövőben. Ezek alárendeltségében több mint 100 hivatásos tűzoltó parancsnokság működik majd, amelyekhez katasztrófavédelmi őrsök és irodák tartoznak. A katasztrófavédelmi szervezetek új egységeinek átalakítása a személyállomány változását hozta magával. Március 30-án és április 1-én nevezték ki a tűzoltóságok új vezetőit. A megye összes tűzoltó parancsnokságán új vezetőt választottak, kivéve a Makóit. A többi városban azért történt alapvetően változás, mert volt, ahol nyugdíjba ment a parancsnok, ez Szeged, volt egy másik tűzoltóság Szentes, ahol a katasztrófavédelmi kirendeltség vezető lett a tűzoltóparancsnok. Ez azt jelenti, hogy nem csak a szentesi, hanem a hódmezővásárhelyi és a csongrádi tűzoltóság munkáját is irányítani fogja, tehát egy magasabb beosztásba helyezés jelentett. A másik két esetben, hódmezővásárhelyi és szentes, csongrád esetében pedig azt jelentette, hogy a kollégák máshol szeretnék folytatni ezt a munkát. Ebben a megváltozott feladatrendszerben kifejezetten tűzoltó feladatokat szeretnének ellátni, hiszen hogyha a beiktatási beszédére visszagondolunk, a parancsnok úrnak elmondta, hogy ma már egy tűzoltóság több, mint tűzoltóság. Nem csak a tűzoltással foglalkozik és a műszaki mentésekkel, hanem a polgári védelmi feladatrendszert is végzi, illetőleg az iparbiztonsági feladatokba is közreműködik. Ez azt jelentette, hogy eddig is volt a városban egy úgynevezett polgári védelmi iroda. Ennek a teljes személyi állománya bekerül ide, és a lakosságvédelem egy ember irányítása és felelősségi körébe kerül, méghozzá a tűzoltóparancsnokinak a kezelésével. Nyilván azt jelentette, hogy a polgári védelmi feladatokat ellátó kollégák száma is egy kicsit bővül, tehát többen fogják ezt a feladatot ellátni, illetőleg az iparbiztonságban kifejezetten megelőző jellegű tevékenységek lesznek. Ez azt jelenti, hogy üzemazonosításokban való közreműködés, terület hatáselemzés végzése, ez megfelelő szintű szakember szükséges azért, hiszen ezt rendelkezésre is bocsátjuk a tűzoltóságnak. Ennek is a felelősen nyilván tűzoltóparancsnok, bár azt el kell, hogy mondjam, hogy a hatósági tevékenységet azt nem a tűzoltóság fogja az iparbiztonság területén gyakorolni, hanem elsősorban a katasztrófavédelmi kirendeltség, illetve az igazgatóságunk. Ebben a térségben a katasztrófavédelmi kirendeltség, ami illetékes, az a szegedi, ahol a szegedi és a makói tűzoltóság található az alárendeltségében. Makón lényeges változás, hogy a 4000 literes tűzoltóautó helyett 2000 literes működik majd ezentúl. Az átszervezés miatt senkit sem bocsátottak el, mindenkinek megmaradt a munkahelye a tűzoltóságon, azonban 8 makói tűzoltó más városban szolgál ezentúl. 6 Szegeden és 2 Vásárhelyen dolgozik majd, így a tűzoltóság jelenlegi létszáma a helyi vezetéssel együtt összesen 48 fő. A makói tűzoltóság, mint helyi katasztrófavédelmi szerv működik ezentúl, iparbiztonsági, a hozzátartozó hatósági és polgári védelmi feladatokat is ellátja a jövőben. Alapvetően a feladatunk az nem változik. Egy kicsit bővül, helyszinten megjelennek az iparbiztonság és a polgári védelemmel kapcsolatos feladatok, de tulajdonképpen a hatósági részét azt a kirendeltség csinálja, a szegedi kirendeltség. A helyi feladatok nekünk igazából leegyszerűsítve az a feladatunk, hogy nyitott szemmel járjunk, észrevegyünk olyan dolgokat, amiket észre kell, hogy vegyünk, és ezt jelezzük. Polgári védelemmel kapcsolatosan pedig tulajdonképpen a lakosság nem szenvedett hiányt, a lakosság biztonságán nem eshet sorba, ez a legfontosabb. Az átszervezéssel a létszámunk csökkent, ezért 44-en maradtunk, makói vonolós tűzoltók, plusz 4 fő az úgynevezett törzs, tehát a vezetői állomány, de igazából mindenkinek megmaradt a munkahelye, Hódmezővásárhelyén, illetve Szegeden fognak a fiúk szolgálatot teljesíteni, illetve aki a hatósági munkát, illetve a személyzeti munkát látta el, az pedig az igazgatóságon fog tevékenykedni ezután. Megígérhetem, hogy a lakosság biztonsága az nem fog csorbát szenvedni. Ezzel a létszámmal is meg fogjuk oldani a feladatunkat.
A katasztrófa védelem létszáma a megyében az átalakítások okán 46 fővel nőtt összesen. Rúzsán és Kisteleken katasztrófa védelmi őrsöt állítanak, Szentesen egy tűzoltó autóval lesz több, teljes személyzettel együtt. Hódmezővásárhelyen egyel több vízszállító autó lesz majd. A megyei központban bevetésirányítási centrum alakul, műveleti szolgálattal, amelynek tagjai a bonyolult káreseményeknél segítik majd a tűzoltóságok munkáját.